Egy gyors bemutatkozással kezdeném. Torma László vagyok, a FSFU Alapítvány, illetve a Magyar Ubuntu Közösség színeiben. A előadásom témája meg változások az asztalon, illetve a felhasználói felületek jövője, mint ahogy az látható, természetesen elsősorban Linuxos, azonban is leginkább Ubuntus szemmel nézve a helyzetet. Hát de kezdjük egy kis nagyon gyors és nagyon rövid történelmi összefoglalásra. Ugye mi ez a GNU Linux Desktop, illetve mióta létezik? Hát ez egy olyan nagyjából másfél évtizede létező dolog. Igazából a 90-es évek elején már volt belőtt grafikus felület, de azért azt ne nevezzük desktop felhasználói felületnek, ami mondjuk úgy már használható volt egy átlagosnál képzettebb, de nem Linux szakember felhasználó számára is, az ugye a 90-es évek vége felé, 2000-es évek legelején jelent meg. A Linux Desktop PV-re nagyjából azóta várunk, tehát ilyen 2000 óta, ugye aki a hub.hu-t olvassa, az valószínűleg minden év vége felé, illetve év elején látja, hogy na ez most már biztos a Linux Desktop PV lesz, nem kevés éllel. Hát eddig ugye ez nem annyira jött össze, bár mostanában már legalább eljutottunk oda, hogy ez már a KDE4 című vicc jön elő gyakrabban a hub-on. Na de hát azért bízzunk benne, hogy előbb-utóbb csak történik valami nagy jelentős változás. Nézzük meg akkor a jelenlegi helyzetet. Mik a fontosabb felhasználói felületek, illetve asztali környezetek így Linux desktopon. Kezdjük talán egy egyszerűvel, az XFCE-vel. Ez talán kevesen tudják, de talán az egyik legrégebbi ilyen asztali környezet. 96-ban kezdték el fejleszteni, eredetileg egy X-Forms elnevezésű eszközkészletre, de hát azóta többször újraírták, jelenleg a GTK eszközkészletre épül. Ez egy ilyen kis egyszerű, viszonylag klasszikus felépítésű felhasználói felület, abszolút ideális ilyen régebbi, gyengébb teljesítményű gépekre. Ez már ilyen 512 MB RAM-mal használható felületet nyújt, és ahhoz képest szerintem teljesen vállalhatóan néz ki, tehát konkrétan így. Abszolút egy ilyen elfogadható, kinézetű és jó teljesítményű felület. Aztán a másik nagy szereplő, ennél egyébként nagyobb, a KDE. Ezt 1996. októberében jelentették be, az 1.0-as verzió az ugye 98. júliusában jelent meg. Ez egy Qt elnevezési eszközkészletre épült, ami már akkor is korszerűnek számított, legalábbis a akkor meglévő alternatívákhoz képest, azonban akkoriban még nem szabad licenc alatt volt. Azóta ez persze változott, de akkor még nem. Ez pedig életre hívott egy újabb projektet, ami a GNOME volt. Ugye a KDE az kb. Így néz ki. De hát lépjünk a GNOME-ra tovább. Ebből 1999-ben jött ki az első publikus kiadás. 2.0-as változat az 2002-ben, a 3.0-as 2011-ben. Alapvetően ez az a felület, amit talán a legtöbb felhasználó ismer, ez a legelterjedtebb Linuxos felület, még akkor is, hogyha többféle felület is létezik már belőle, erről majd nem olyan sokára beszélek. A GNOME életében az egyik legfontosabb váltás a GNOME 3.0 megjelenése volt, ez 2011 áprilisában, tehát annyira nem is régen. Ez egy teljesen megújult felhasználói felületet hozott. Ugye az előbb emlékszünk, hogy nézett ki nagyjából az XFCE, na a GNOME 2 is ehhez hasonlóan nézett ki, egy nagyon klasszikus felépítésű, ilyen Windowsos világban startmenüsnek nevezett felületre indult, tehát egy ilyen alkalmazásmenü volt. Na a GNOME 3.0 az nem ilyen, az ennél egy ilyen lényegesen modernebb megoldást követ. Talán nézzük is meg így képernyőképek formájában, hogy hogyan fejlődött ez az egész. Tehát ez volt ugye a GNOME 1-es sorozat, azért ez meglehetősen fapados volt, ez egy Debianról készült képernyőkép egyébként. Ez a GNOME 2, ez talán ez az, ami a legtöbb ember számára ismerős, aki mondjuk így az elmúlt 1-2 évben kezdett linuxozni. A Fedorától kezdve lényegében minden nagy disztró ezt a felületet használtam, vagy legalábbis a lehetséges alternatívaként szállította. És ebből született meg a GNOME 3, ami ugye így néz ki. Látszik azért, hogy ez egy alapvetően más jellegű felület, tehát nagy ikonok alkotják az egészet, nagyon erősen merített ugye a mobilból. Ez egy ilyen típusú felület. Ezt a Fedora használja alaptelepítésben, illetve több más disztrónál is elérhető, például Ubuntu alatt is, opcionálisan. Viszont az Ubuntu mégsem ezt az utat követte, hanem ők egy másik felületet dolgoztak ki, ez a Unity. A Unity-t az 2010. május 10-én jelentették be, ez egy Ubuntu Developer Summit eseményen, ez az Ubuntu fejlesztőknek a nemzetközi találkozója, és gyakorlatilag aznaptól elérhető is volt. Tehát így a bejelentés után néhány órával már létezett egy tároló, ahonnan fel lehetett telepíteni.
Ez persze egy nagyon korai fejlesztői változat volt, ami tényleg annyira az elején bejelentették a projektet, hogy gyakorlatilag annyit tudott, hogy volt egy felület, ami lehetett kattintgatni, és el tudtunk indítani alkalmazásokat, de nagyjából ennyit nyújtott. Aztán később megjelent az Ubuntu 10.10-nek a netbook változata, ugye ez 2010 októberében volt, ekkor ez már egy ilyen viszonylagosan használható felület volt. Ugye az Ubuntu 10.10 netbook editionben jelent meg, ahogy ők fogalmaztak, az első stabil kiadás. Na most itt a stabilitást azt arra kell érteni, hogy stable-ként commitolták. Tehát ez nem azt jelenti, hogy stabilan működött. Úgy működött nagyjából bizonyos ideig, hogyha volt legalább 2 GB RAM, meg elég erős, mondjuk egy jobb Nvidia. És úgy szerencsés volt a csillagzat, és hát pont megfelelő típusú Nvidia-nk volt. Intel-el is működött, csak rémesen lassan. De ugye ők is felismerték, hogy azért ez így nem jó, ezért gyakorlatilag az egészet újraírták, lecserélték alatta az ablakkezelőt, és 11.04-re kijött az a változat, ami szolgáltatások tekintetében még mindig nem nyújtott olyan sokat, mint mondjuk egy mai kiadás, tehát egy 12.10-es legfrissebb, de ez már azért viszonylag stabilan működött, és megfelelően jó teljesítményt nyújtott egy átlagos gépen is. Tehát a 11.04-et egy Intel VGA-val tökéletesen lehetett használni, 1 giga RAM-mal is. Hát elég volt, mondjuk nyilván a 2 GB-nak jobban örül, de ez már inkább az alkalmazások memóriaigénye miatt alakult így. Ugye a Unity-t azt valószínűleg szintén sokan ismerik, akik mostanában láttak Ubuntu-t, így néz ki. Ugyanúgy azért a nagy ikonok uralják, ugyanúgy egy ilyen mobil irányból jött befolyás érzékelhető rajta. No, de nem csak ezek vannak, mert ugye nem mindenkinek jön be ez a fajta stílus, ezért született a GNOME 2-ből, amit nagyon sokan a ideális felületnek tartanak, amiben ugye nem kis szerepe van annak, hogy lényegében 1995-től a Windows 95 megjelenéséig, azért a 2010-es évekig ez a bizonyos paradigma és ez a felépítés volt az uralkodó. Tehát ez a 15 év, ez nagyon mély nyomokat hagyott, főleg azoknak az életében, akik semmi más nem használtak előtte, csak Windows-t, azt is valahogy a Windows 95 környékén. Neki nagyon nehéz azt mondani, hogy több mint egy évtized után, hogy most egy kicsit máshogy fognak működni a felületek. Ezért, és ez nem kifejezetten a kezdő felhasználókra vonatkozik, tényleg nagyon rutinos, nagyon profi, nagyon hozzáértő felhasználóknál is, azért esetleg nehéz volt a váltás, főleg azért, mert esetleg napi 8-10-12 órákat ültek egy olyan felépítésű felület előtt évtizedekig, vagy egy évtizeden keresztül, akkor nyilván a váltás az nehéz lesz. Szóval ez életre hívta a Mate nevű felhasználói felületet, ami, illetve asztali környezetet, ami a GNOME 2-nek egy ilyen forkolt, tehát elágasztatott verziója. Ez teljes egészében a GNOME legutolsó 2.32-es kódbázisára épült. 2011. augusztus 19-én jelent meg ugye az első publikus kiadása. Egyébként ez a Linux Mint, nem tudom ki ismeri ezt az operációs rendszert, a Linux Mint fejlesztői támogatják. Ez egy jelenleg is karban tartott felület, viszont hát ugye a jövője kérdéses, mert azért ez egy egészében forkolt GNOME. Tehát ez egy elég nagy kódbázis, az is egy régi kódbázis, és ahhoz képest elég kevés ember van rá, aki karbantartsa, illetve fejlesz-e, ezért a jövő az erősen kérdéses. De nézzük is meg, hogy néz ki. Hát ugye nem nagy meglepetés, ez a legklasszikusabb felület, van alul egy tálca, alkalmazásindító, ikonok, ilyenek. Viszont ugye, mint amit említettem, ott a GNOME 2 fork miatt azért vannak vele problémák így a hosszú távon, vagy hát lesznek. Ezért született meg a Cinnamon, ami egy GNOME 2-re nagyon erősen hasonlító felület, de immáron a GNOME 3-ra alapozva. Ez 2011. decemberében indult, tehát mindössze néhány hónappal a Mate után, és a Linux Mint 13 már szállította is. Ez is egy közösségi fejlesztés, hasonlóan, mint ugye a Mate. Emögött sincsen komoly, hát végülis cég van mögöttem, mert a Linux Mint már egy ilyen kis cégként működik, de az abszolút ilyen kis vállalkozás nagyságrend. De mivel GNOME 3-ra alapoznak, ezért itt nem kell szerintem annyira aggódni amiatt, hogy különösebben bedőlne rövid időn belül a fejlesztése. De azért a GNOME 3-ból ők nagyon sok mindent át tudnak venni, a hibajavításokat onnan tudják húzni, a fejlesztéseket tudják húzni, csak a saját specifikus dolgaikkal kell foglalkozzanak. És ha megnézzük, azért ez is egy az előzőre nagyon hasonlító, ugye ugrok vissza kettőt, így néz ki a Mate, és így néz ki a Cinnamon, tehát majdnem hasonló felület, működésében is egyébként nagyon sok hasonlóság van. Így aki egy ilyen klasszikus felépítésű felületet szeretne használni, ami azért korszerűbb alkalmazásokkal jön, meg egy korszerűbb kódbázisra épül, akkor ez egy jó opció lehet. Nyilván az XFCE mellett, ami szintén egy karbantartott, de klasszikus felépítésű valami. Csináltam egy ilyen ábrát is, ahol talán egy kicsit könnyebben meg lehet érteni, hogy alakult. Tehát látszik, hogy ugye a GNOME sorozata szépen ment egyenesen.
Azonban a Gnome 3 megjelenése környékén hirtelen történt valami, méghozzá az, hogy sokan nem szerették ezt a bizonyos irányvonalat, ezért megszületett ugye a Gnome 2-ből leágasztatva a Mate, a Gnome 3-ból leágasztatva a Unity, meg a Cinnamon. Itt ugye fontos megjegyezni, hogy az asztali környezet itt mindegyik esetében a Gnome. Tehát a Gnome-ból jön nagyon sok alrendszer, fájlkezelőtek, ezen nagyon sok mindent ők adnak. Itt kifejezetten a felhasználói felületekben ágazgattak el ide-oda. Most azért vannak már olyan törekvések, hogy mindenki kicsit úgy a saját terveit valósítsa meg más területeken is, tehát felmerült például a Ubuntu-nál is, és a saját fájlkezelőt fognak fejleszteni, aztán most egyenlőre mégsem. De egyenlőre ez mind Gnome asztali környezet, és addig, amíg ki nem jelenti valakinek a fejlesztő, hogy ők most már teljesen saját asztali környezetet fejlesztenek, és a Gnome-ból amit lehet kiszórnak, addig ez Gnome-nak tekintendő. Még akkor is, hogyha ránézésre teljesen máshogy néznek ki. No de jól sem merül fel a kérdés, hogy ha most ekkora kavarodás lett, és ennyien 15 évig tök jó volt ez a felület, akkor mégis miért volt most szükség Gnome Shell-re és Unity-re? Hiszen 15 évig teljesen jól megvoltunk egy logika szerint felépülő felületekkel. De ugye azért van erre szükség, mert hihetetlen gyorsan nagyon komoly változások zajlanak az informatikában. Ilyen jelentőségű változások nem voltak az elmúlt 2 évtizedben. Tehát ha valamihez hasonlítani kellene, akkor leginkább a 90-es évek elejére emlékeztet, amikor az emberek megvették mondjuk 90-ben vagy 89-ben Bécsből a Commodore 64-et, majd 93-ban már váltottak egy 386-os PC-re, majd 95-ben már Windows 95-öt használtak grafikus felülettel. Tehát ott néhány év alatt egy őrületes változás zajlott le, és a 95-től azért a 2010-es évig azon kívül, hogy bejött az internet, olyan őrült nagy változások nem történtek. Na most megint van egy ilyen nagyon jelentős változás, amit ugye a technikai lehetőségek indukálnak. Az egyik legfontosabb, hogy az internet gyakorlatilag már bárhol elérhető lett. Nyilván ez a bárhol ez úgy értendő, hogy a fejlett és komoly vásárlóerővel rendelkező világban. Szerencsére Magyarország ebben a tekintetben ide tartozik, tehát azért nálunk viszonylag hozzá lehet férni az internethez könnyen, mondjuk összevetve akár Afrikával, de akár még a tőlünk keletre lévő régiókkal, nyilván nem a távol-keletre gondolok. Szóval szinte bárhonnan elérhetjük az internetet, akár mobilneten keresztül, akár vezetékes neten keresztül. Mivel ugye az internet állandóan rendelkezésre áll, gyakorlatilag olyan közművet, mint a elektromos áram vagy a folyóvíz, ezért egyre több feladatot és adatot bízunk rá. Tehát akik régebben használnak számítógépet, mert gondolom az itt lévők nagy része olyan, azt tudja, hogy az ember ilyen hörcsög mentalitással használta a számítógépet, hogy mindent összegyűjtött még, ami nem kell, azt is, mert legyen meg. Na most ez egyre kevésbé vált fontossá. Tehát miért gyűjtsünk például zenéket, hogyha a YouTube-on rögtön ott van a videóklip HD-ben, és akkor azt úgy lehet hallgatni bármikor. Vagy miért gyűjtsünk filmeket, mármint ez Magyarországon azért még szempont, de mondjuk Amerikában már nem annyira, mert ott van a Netflix, ami fillérekbe kerül nekik, és rengeteg film van rajta. Tehát, de ugyanezt mondhatnám például az e-maileket is, ma már nagyon kevesen töltik le a számítógépükre, mert úgyis bármikor hozzáférnek a Gmailhez. Azért régebben, amikor összefütyült a modem és be kellett tárcsázni, akkor szempontot, hogy letöltsük a leveleket, kapcsolatbont, aztán majd utána nyugodtan olvasgatunk, megválaszolgatjuk őket. Ma már erre azért nincs szükség. Tehát már az emberek többsége simán Gmail webes felületét használja, és nincs ahova offline-ba letöltve a levél. Meg hát ugye a dokumentumok is egyre inkább átkerülnek a felhőbe, tehát Google Drive-on írjuk meg a doksit, soha nem is látja a számítógépünket, nem kerül le soha a fájl. Ott van Google Drive-ban, ha meg kell osztani valakivel, megosztjuk onnan. Tehát ez azért nagyon erősen megváltoztatta a felhasználói szokásokat. Éppen ezért, mivel hogy az adatok így bárhol elérhetők, mert ugye ott vannak a cloudban, vagy nem is kell egyáltalán meglegyenek, mert nem mindig elérhető, például a YouTube kapcsán, ezért előtérbe kerültek a mobil eszközök. És nyilván másik oldalról meg ugye a technika fejlődés is lehetővé tette, hogy egy mobiltelefon teljesítménye ma már azért mérhető legyen egy pár évvel ezelőtti számítógépéhez. Ezért ugye mindig van nálunk valamilyen okostelefon, vagy táblagép, vagy akármi, amin teljes értékű számítógépes feladatokat el tudunk végezni, akár dokumentumokat tudunk szerkeszteni telefonról. Ez pár éve elképzelhetetlen volt. Illetve éppen ezek a nagy változások indukáltak egy újabb új trendet, ami abszolút a legújabb, ilyen elmúlt pár hónapban kezdett igazából előtérbe kerülni, ezek a hibrid eszközök, amikről már nem tudjuk megmondani, hogy micsodák. Ugye ezen a területen a Asus talán a leginnovatívabb cég, akik készítettek olyan telefont, amit bele lehet dugni egy nagy képernyőbe, és akkor táblagépé változik, majd a táblagépet rá lehet dugni egy billentyűzetre, és akkor notebookká változik,
és hasonló megoldások, de ők csináltak az olyan táblagépet, aminek lecsatolható billentyűzete volt. Szóval alapvetően mindenféle hibrid eszközök születnek meg, és ezekben az újabb eszközökben már jellemzően az ARM architektúrára épülő processzorok dolgoznak. Erről majd azért még így beszélünk. És ez a változás ez nem csak közeledik, ez nem a jövő, hanem ez a jelen. Láttam egy nagyon-nagyon érdekes táblázatot, illetve diagramot, ami azt mutatja, hogy hogyan alakult az operációs rendszereknek a piaci részesedése az elmúlt 30 évben. Ugye látható ez a nagy kék folt itt, ez a Intelnek nevezett Windows és Intel monopólium, ami jól megnézzük, ma már nem monopólium, mert beszágódott oda az 50% közelébe, méghozzá néhány év alatt, tehát 2009-től mostanáig. Vagyis az, ami ugye az Ubuntu-nál egyes számú bug reportként van, mint legfontosabb bug, hogy a Microsoftnak többségi piaci részesedése van, az úgy kezd elolvadni. Tehát ma már nem igaz. Persze ez kellett az, hogy az okostelefonokat besorolják a számítógépek közé, de azt hiszem nem nehéz belátni, hogy mondjuk kb. Ezen a időszakban, 2003-2005 környékén kapható számítógépek bizony gyengébbek, mint mondjuk egy Samsung Galaxy S3 telefon. Tehát memória kevesebb volt bennük, processzorok teljesítménye sem feltétlen volt, pláne a videóhardware teljesítménye. Szóval alapvetően átalakul az egész informatika, és egyre inkább a mobileszközök kerülnek előtérbe. Ez annyira igaz, hogy a Reutersnek lejött idényen egy olyan hír, hogy Kínában már többen érik el az internetet okostelefonról, mint ahány a számítógépről. És azért ez egy nagyon-nagyon fontos változás. De nálunk is nagyon fontos változások zajlanak, mert a HVSV lehozott pár hete egy cikket, amely szerint az év végén annyi tablet fogyhat Magyarországon, mint PC. Ami tökéletesen érthető is, hiszen egy táblagépet már ilyen nyilván nagyon alsó kategóriás, de 20 ezer forintért meg lehet venni. És a nagyon sok embernek a felhasználó szokásait az már ki tudja elégíteni. Tehát YouTube videókat tud rajta nézni, ráadásul ellentétben egy régi PC-vel valószínűleg nem is fog rajta akadozni, meg tudja rajta nézni a leveleit, tud rá rövid választ írni, látja a Facebookot. Lényegében minden olyan funkciót nyújt neki 20 ezer forintért az a egészen mobil eszköz, amit előtte egy ilyen még használtan is 50 ezer forintba kerülő számítógépért tudott, vagy 50 ezer forintba kerülő számítógépen tudott megoldani. És ugye ott van a mobilitás, mint óriási előny, a kényelem, tehát azért a számítógép előtt egy ilyen forgószéken ülve közel sem olyan kényelmes, mint a kanapén hátradőlve egy táblagéppel az ölünkben. És ezek hihetetlen vonzóvá tették ezt az egész mobil platformot. És persze tömegével jelennek meg az új eszközök. Ugye az okostelefonokról és a táblagépekről már érintőlegesen beszéltem, de a tévék is hihetetlen módon átalakulnak. Egy okos tévén ugyanúgy tudunk YouTube videókat nézni, vagy akár Angry Birds-el játszani. Samsungnak már van olyan mozgásérzékelős tévéje, ahol a kezünkkel integetve tudjuk kilőni a madarakat az Angry Birds-ben. De azért ez megint csak egy nagyon komoly fejlesztés. Tehát amilyen úcskák pláne a tévéműsorok, ez nyilván még a legunalmasabb Angry Birds meccs is jobb nála. Aztán akinek már van tévéje, az vehet tévé okosítót is. Ezek ilyen 20 ezer forint körül, vagy talán már lehet, hogy azóta még olcsóbban megvásárolhatók. Ezeket rádughatjuk, és akkor lesz rögtön egy okos tévénk. Ez a kínai gyárakban már ilyen 70-80 dollárakért árulnak olyan kiegészítőt, amit csak simán be kell dugni hátul a tévébe, a HDMI csatlakozóba, és Android 4.0-ánk lesz rajta. Annak ugye minden ellenével. És ugye az hibrid eszközöket már említettem az előbb is, amikről gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, hogy pontosan micsodák, mert úgy kicsit minden. Ezzel kapcsolatban van egy elmélet, a négy képernyő elmélete, ami nagyon tömören úgy foglalható össze, hogy ugye van a négy különböző képernyő méret, a tévé a legnagyobb, a monitor, ami a számítógépünknek a monitora, nyilván egy laptopnak is akár, a táblagép és a smartphone, és ezek mind másra jók. Bár ugye, ahogy látszik, játékra mindegyik nagyon-nagyon jó, és az Angry Birds mindegyiken remekül fut, de alapvetően azért mégis más a célja. Tehát nyilván egy filmet, vagy akár egy egyórás sorozatot tévén érdemes nézni. Nyilván mondjuk szöveget szerkeszteni, táblázatokat kezelni, és az ilyen egyéb unalmas dolgokat, tehát amikor munkára kerül a sor, arra a számítógép lesz az ideális, mert azért annak van meg az a teljesítménye, azért a monitora is nagyobb, arra tök jó. A táblagépek azok az ilyen könyvek olvasására nagyon jók YouTube videók, amik mondjuk ilyen 30 másodpercesek, 1-2 percesek, tehát ugye azért egy okos tévénél akármilyen intelligenset rájönk a beviteli eszköz, soha nem lesz annyira kényelmes, mint egy táblagép.
Ja, ott vannak a smartphonok, amik meg alapvetően kommunikációs eszközök, és ez a szerepük mai napig megvan, még hogy a kommunikáció azt is jelenti esetleg, hogy Facebookon lájkoljuk a előző napi bulin készült kínos képeket. Szóval alapvetően minden eszköz más, egy kicsit minden eszköz másban jó, de és mindegyiket szeretnénk használni abban, amelyben éppen a legjobb. Ezzel kapcsolatban egyébként volt a John Underkoffler, vagy németesen, vagy Underkoffler angolosabban, a Oblongnak a vezetője. Ez az Oblong nevű stúdió volt az, aki a Minority Reportban ezt az integetős számítógépet kitalálta. Alapvetően felhasználó felületek jövőjével foglalkoznak, és ilyen tudományos munkatársként dolgoznak például filmek számára. És őnekik az a véleményük, hogy alapvetően ezek, tehát hogy tévé, vagy monitor, vagy táblagép, vagy smartphone, az teljesen mindegy, mert ezek igazából csak pixelek különböző méretekben, és az embereket nem az érdekli, hogy éppen mit használnak, hanem ami éppen előttük van, azzal akarnak dolgozni. És nagyon fontos a felhasználók számára, hogy esetleg, hogyha kettő vagy hároman előttük, akkor ezen a kettő vagy hárommal is együtt tudjanak működni, akár úgy, hogy három ember dolgozik rajta, akár úgy, hogy egy ember. Ez egyébként megint csak nem egy elmélet, hanem ez egy gyakorlat is. Ugyanis a több képernyő közötti integráció az ma zajlik, illetve ma jutottunk már előre benne. Nem tudom, ki az, aki látta már a Nintendo-nak a legújabb konzolát, a Wii U-t. Ez alapvetően úgy néz ki, hogy van egy konzol, amit rákötünk a tévére, illetve van egy kontroller, ami meg egy táblagép, egy 5 szolas körül táblagép, ami mellett meg ott vannak a teljes értékű kontrollerek, és még mozgásérzékelő is van benne. Ez lehetővé teszi játékoknál, hogy a két játékos más-más csinálja. Tehát az egyik játékos nézi a tévét, és a saját egyszerű kis kontrollerével irányítja az ő karakterét, a másik meg a táblagépen irányítja az akciót, és mást látnak. De lehet például úgy is, hogy egy játékon belül hozzák össze a kettőt, és akkor kiegészítő információkat tud nyújtani a táblagépen lévő képernyő a tévén látható akcióhoz képest. Ugye ez játékokban, általában az ilyen technológiákat először játékokban szokták bevezetni, de ez nyilvánvalóan a komolyabb felhasználásoknál is lehetséges. Különböző demonstrációknál például ugye látunk valamit kivetítve, és akkor előre tartunk mondjuk egy okostelefont, és akkor átlátunk rajta, például egy épületet, úgy tudunk belenézni az épületbe. És nagyon sok ilyen elmélet van. Ugye az előbb már említett John Underkoffler, vagy Underkoffler, azt fejtette ki, hogy például amikor New Yorkban ugye leállt a vihar után a elektromos rendszer Manhattanben, akkor nagyon sok ember dolgozott azon, hogy azt helyreállítsák, nagyon különböző feladatokon, de egy célért. És neki az az elmélete, hogy ezek az emberek mind össze tudnának jönni egy helyre, akár és egyszerre dolgoznak, akár mindenki a saját eszközén, de egymás között azonnal adatokat cserélve, egymással rögtön egyeztetve, akkor sokkal hatékonyabban tudnának dolgozni. Ez viszont tényleg az kell, hogy a különböző képernyők között a lehető legjobb integráció jöjjön létre. De hát ugye már eleve fölmerülnek, hogy hol vannak a határok a különböző eszközök között, tehát hogy mi az, amit még telefonnak, meg táblagépnek, meg ilyeneknek nevezünk. Ugye már korábban is feszegettem, hogy most egy 5,5 incses telefon az még telefon vagy táblagép. De ha azt mondjuk, hogy telefon, akkor mit kezdünk azzal, hogy ugye Kínában most az a divat, hogy még tovább növelik a telefonokat, és ilyen 5,7-es, meg 6 incses képernyő telefonokat gyártanak. Az már nagyon közel van ahhoz, amit táblagépnek nevezünk, az a 7 incs. De ugyanígy, hogy egy táblagéphez billentyűzetet csatlakoztatunk, akkor az már most notebook vagy táblagép. Tehát ez is ugye ezt a korábban elméletet, minden csak pixel elméletet támasztja alá, hogy az eszközök között egyre kevésbé vannak határok. És mindezeket az eszközöket pedig az ARM architektúra szolgálja ki, legalábbis mindezeket a modern eszközöket. Ugye az ARM architektúrának vannak a klasszikusan ismert előnyei, hogy alacsony a fogyasztása, ehhez képest viszont kifejezetten jó a teljesítmény, és egyre-egyre jobb. De a ARM-nak a legfőbb előnye, hogy az nem, mint az Intel, hogy egy cég gyártja, hanem az egy licenc, amit bárki megvehet, módosíthat, és lényegében a szabad szoftverek mintájára, bár az ugye nem szabad, de a szabad szoftverek mintájára mindenki a maga igényeinek megfelelően alakíthatja. És a legújabb ARM architektúrájú processzorok teljesítménye igencsak meggyőző. A Foronix végzett egy tesztet, ahol az ARM A15-ös, a legújabbat vetette össze az Intelnek a legújabb chipjeivel, és így az jött ki, hogy az ARM A15-ös két magos, az a Intel Atomoknak a teljesítményét veri kicsivel, és úgy a Core i3-akhoz azért azokat még nem éri fel, tehát ilyen felénél egy kicsit, fele olyan gyorsan, egy kicsit gyengébb, vagy a harmad olyan gyorsnál erősebb, valahol ott van azon a
részen. Csak hogy a Samsung már bejelentette a következő ilyen processzorát, a következő generációs A15-ösét, ami egy 8 magos processzor lesz, méghozzá úgy, hogy két különböző architektúrájú processzorból áll össze a 8 mag. Tehát lesz egy 4 magos A15-ös, ugye az előbb mondtam, hogy ez kb. Fele a Core i3-nak a 2 magos, ebből azért úgy véletlenül bizonyos felhasználásoknál már azért a Core i3 nagyság rendjébe érhet az a 4 magos ARM A15-ös, és amellett még lesz 4 magos ARM A7-es is mellette, ami meg akkor lép be, hogyha éppen kevésbé megerőltető feladatokat végzünk a géppel. Ez pedig azért ideális, mert nagyon alacsonyan lehet tartani a fogyasztást, amíg az ARM A15-ösök ki vannak kapcsolva, de ha kell, akkor pillanatok alatt meg tud indulni nagyon komoly teljesítmény. Ugye az első generációs ARM A15-ös eszközök azok ma már kaphatók, és ezeket a specifikációkat kizárólag azért raktam ide ki, mert ha megnézzük, ugye ezek még mindig mobil eszközök, de a nyers adatok azok bizony, hát szerintem a legtöbb embernek nincs ilyen adatokkal rendelkező számítógépe otthon. Tehát ez a 2560x1800-as felbontás, amit ezzel a processzor azért meg is tud mozgatni, illetve a benne lévő videó hardware azért el is tud látni, akár játékoknál is hibátlan tűéles grafikával. Ott van mellette 2 GB memória, és egy feltöltéssel el tudunk kérni 9 óra üzemidőt, úgyhogy 604 gram egy táblagépnél. Azért azok szerintem nagyon-nagyon komoly teljesítmény adatok, és jól jelzik, hogy az egész PC piacot fenyegeti már ez a teljesítmény. Még nem vagyunk egészen ott, de lehet, hogy jövő ilyenkor már ott leszünk. Na most, mint látjuk, rengeteg új eszköz, rengeteg új lehetőség villan föl, és azért a Linux desktop erre nyilvánvalóan valahogy reagálnia kell, tehát nem maradhatunk meg annál a jól megszokott, lényegében 95 óta változatlan paradigmánál, hogy hát elhasználgatjuk a PC-nket, és akkor van rajta Office, meg levelezés, meg böngésző. Ugye a legnagyobb kihívás, hogy egyszerre kell támogatni nagyon sokféle beviteli eszközt. Ott vannak az egerek, a billentyűzetek, amit már azért támogatunk, de azért mi továbbra is kellene. Bejön az érintőképernyő, és az érintőtollak, amik már nem azok a régi ilyen rezisztív képernyőknél használt kis műanyag pálcikák, hanem ugye ezek a rendes érintés erősségét is érzékeli, akár 1024 különböző érintés erősségi szintet megkülönböztetni képes intelligens tollak. Aztán nagyon-nagyon fontos lett az energiagazdálkodás is, hiszen mobil eszközökről beszélünk jellemzően, amiknél fontos, hogy egy feltöltéssel hány órát tudjuk használni. És ugye éppen ezért lett alapkövetelmény az ARM architektúrának is támogatása. Hát nézzük meg, hogy az, hogy most érintőképernyő van, az a fejlesztők szempontjából, vagy legalábbis ugyanúgy a felhasználók szempontjából, és milyen változásokat hoz. De a legfontosabb változás, ugye a felhasználói felületeket át kell alakítani. Közvetlenül az objektumokat manipuláljuk, hiszen ha érintő a képernyő, akkor meg is akarjuk érinteni azt, amivel valamit kezdeni akarunk. Tehát nem úgy akarjuk átméretezni a képernyőt, hogy megnyomjuk a kis plusz ikont, hanem úgy, hogy fogjuk és megnagyítjuk. Ugyanúgy a forgatásnál is nem egy forgatásgombra akarunk kattintani, hanem forgatni akarjuk. De hogyha valamivel interakcióba akarunk lépni, akkor arra is rábökünk. Ráadásul ugye a pontatlanság az megjelent, mint probléma, mert az egy egérrel meglehetősen pontosan lehet kattintani. Na most az ujjunkkal azért, ugye az ujjunk méretéből adódóan nem tudunk annyira pontosak lenni. Elemre képernyő sokkal-sokkal kisebb lett például a telefon esetében. Tehát igazából egy nyolcad akkora képernyőn akarunk mondjuk elvégezni egy ötször akkora valamivel feladatokat, ez pedig így nyilván megnehezíti a dolgunkat. Ugye emiatt csökkent is az alkalmazásoknak a funkcionalitása a mobil platformon, de azért szerintem ne bízzunk abban, hogy az örökké így is marad, mert az alkalmazás fejlesztők azok folyamatosan versenyeznek egymással, és nyilván van, aki a felhasználó barátságban próbál versenyezni, vagy a felhasználó felett szépségében, de nagyon sokan a szolgáltatás, vagy egyre több és több szolgáltatás zsúfolnak bele az alkalmazásukba. Ezért ez fel fog dúsulni pár éven belül, és ugyanolyan bonyolultak lesznek a mobilon használható alkalmazásaink, mint a desktop alkalmazások. Na hát nézzük meg, hogy akkor hol tart az Ubuntu, illetve a Unity ebben a munkában. Alapvetően minden Ubuntu-ban, amit ma letöltünk, már van multitouch támogatás. Ez azt jelenti, hogy azért az ikonokra rá tudunk klikkelni, érzékelni fogja a klikkelést, akár több újat is érzékel, tehát a hardware kezelése az már rendben van. Maga a Unity indító, ami oldalt van, az az indító panel, illetve a dash, ahonnan az alkalmazásokat indítjuk, az is használható érintőképernyővel, tehát nagy ikonok vannak, nagy gombok, azzal nincs probléma. Az ARM architektúra támogatásával sincsen gond, támogatja az Ubuntu. Tehát működik ARM alapú gépeken. Olyannyira működik, hogy az Asus Nexus 7-re már létezik is build. Ugye az Asus Nexus 7, csak hogyha valaki így hirtelen nem lenne képben, hogy pontosan mit nyújt, ez egy 80 ezer forintos táblagép, ez a magyar ára, ez a 199 dolláros amerikai árból számolódott ki azzal a magyaros matematikával.
ne próbáljuk meg az árfolyam szerint beszorozni, mert akkor vagy az jön ki, hogy 400 forint körül van a dollár, vagy pedig van nagyon sok pénz eltűnt ott menet közben, de mindegy. Ez egy Tegra T3 alapú, ami ma már nem számít azért annyira előműnek. Tehát egy A15-öshez képest ez egy kifejezetten gyenge processzor, de azért ez is egy 4 magos, viszonylag jól használható processzor, ez van benne. Van egy 7 incses képernyője, ami 1280x800-as felbontással viszonylag éles képet ad, és van benne 1 GB memória. Nos, ezen már van Ubuntu. Olyannyira, hogy bárki letöltheti és feltelepítheti, akinek van ilyen táblagépe. Amit viszont ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ez egy fejlesztőknek és tesztelőknek szánt build. Tehát, ami felrakjuk, akkor ne számítsunk arra, hogy ott fú, de jó felhasználó élményt fog nyújtani. Ez egy desktop rendszer, ami fel tud bootolni egy táblagépen, ennek minden hátrányával együtt, ami azt mondja, nem arra való, hogy valaki ezt napi szinten használja, ez arra való, hogy ha valakit érdekel ez és fejleszteni szeretne rá, akkor fel tudja rakni, és a saját alkalmazásánál tudja rajta tesztelni, hogy működik, vagy hogyha valaki konkrétan a Ubuntu portolásába akar beszállni, akkor van egy eszköz, amin tudja tesztelni a friss kód commitokat. Ez még egy ideig egyébként így is fog maradni. 13 pont... Ja igen, nézzük meg azért az eredményeket, azért a akkuidőnk nem olyan rossz, tehát ugye emlékeztek, hogy azt mondtam, hogy 9 órát bír hivatalosan a Nexus 7. Na, ja nem azt mondom, mindegy. Szóval a 9 óra hivatalosan a max, amit bír, de az ilyen minimális fényerőnél. Ubuntu-nál ilyen 7-8 óra közötti üzemidőt lehet elérni, ami nem rossz. Ez lényegében hasonló, mint a Androidnál az üzemideje ennek az eszköznek. Ha valakit érdekel mélyebben ez a téma, akkor rengeteg információ van. Ezt elsősorban azoknak raktam ki, akik később töltik majd le a prezentációt, rengeteg linkkel, és bőven találtunk róla információkat, hogy hogyan működik. Viszont van egy nagyon fontos feladat, ugye Ubuntu 10.04-re még csak az a cél, hogy oda eljussunk, hogy ez a bizonyos build, ez stabilan működjön, ez a desktop build stabilan működjön a táblagépen. Viszonylag jól használja ki az erőforrásokat, ne szívja le az akut, és hasonló feladatok vannak most megcélozva. Ahhoz viszont, hogy ez a jövőben, mondjuk 1-2 éven belül tényleg használható valami legyen, ahhoz alkalmassá kell tenni az alkalmazásokat érintőképernyő és használatra. Ez most a legfontosabb feladat. És ezen belül is van egy nagyon-nagyon problémás pont, az a legördülő menü. Ugye, ha elindítunk egy alkalmazást mondjuk táblagépen, amit nem arra találtak ki, először, ó, tök jó, elindult, rá tudok klikkelni a gombokra, de amint a legördülő menühez kellene hozzáférjünk, rájövünk, hogy gyakorlatilag lehetetlen. Tehát zsúfolt, kicsi menüpontok, pláne ugye Ubuntu-nál, ahol a menü el is rejtőzik, gyakorlatilag használhatatlan. Na, és ezt kellene valahogy megoldani, méghozzá úgy, hogy nem számíthatunk arra, hogy majd a alkalmazásfejlesztők minden eddig megírt alkalmazást újraírnak, csak azért, hogy mi érintőképen tudjuk használni. Ugye az Ubuntu-nál már megindult azért ebbe az irányba egy ilyen mozgolódás, hogy majd erre találjunk ki valamit, aminek legelső lépése volt a globális menü. Ezt ugye sokan nem szerették, a lényege az, hogy az alkalmazás menüje kikerült a program ablakába, és felkerült a felső panelre. Ezzel ugye mi nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy érintőképernyőn jól használjuk, de valamit azért csináltunk, megfogtuk ezt a bizonyos menüt, és áthelyeztük valahova. Tehát már egyszer manipuláljuk rá, és ezt egy D-busz nevű eszköz segítségével, ilyen üzenetközvetítő rendszer segítségével küldjük át, amivel mindenféle jó dolgokat tudunk csinálni. Méghozzá azt, hogy indexeljük és manipuláljuk. A legújabb Ubuntu kiadásokban, tehát 12.04-től fölfelé, már van, hogyha lenyomjuk az Alt billentyűt, akkor előgépeléssel tudunk keresni a menüben. Na, ez még mindig nem jó nekünk táblagépen, mert nincs Alt billentyűnk, meg gépelni sem annyira szeretünk az ilyen eszközökön, de azért itt már megtörtént egy olyan, hogy fogtuk ezt a menüt, és nem csak áthelyeztük, hanem indexeltük az összes benne lévő menüpontot, és képesek vagyunk benne keresni, képesek vagyunk manipulálni, akárhogy megjeleníteni. Na és ez a fontos nekünk. Mert hogyha már ott van, indexelve van az egész, és képesek vagyunk bárhogy megjeleníteni, akkor képes leszünk akár úgy is megjeleníteni, hogy az érintőképernyőn is jól használható legyen. Például szép nagyban kiteríteni. Vagy képesek vagyunk arra, hogyha már feldolgoztuk, hogy később egy hangvezérléssel összekapcsolva hanggal manipuláljunk az alkalmazások menüjében. És ez lehetővé teszi azt, hogy a eredetileg nem érintőképernyőnek kitalált alkalmazásokat alkalmassá tegyük érintőképernyős használatra. Még akkor is lehetnek olyan problémák, hogy egyes gombok kicsik, egyes felületi elemek nem tökéletesek, de ez lényegesen kisebb probléma, mint hogyha egy gimpetnél nem érnénk el a menüt. Az Ubuntu célja pedig igencsak nagyra törő, az a cél, hogy az Ubuntu 14.04 megjelenésre, ami abszolút nincs messze, tehát ez 2014 áprilisa, mind a 4 képernyőn, tehát mint említettem, telefonok, táblagépek, számítógépek, tévén teljes értékű megoldást nyújtson.
Ugye ahhoz, hogy ezt 14.04-re elérjük, az az kell, hogy ez már 2013 végére körvonalazódjon, hiszen nyilván nem úgy lesz, hogy márciusban még semmi nincs, aztán áprilisban ez az egész már jó lesz, hanem ez már 2014 januárjától már ott lennie kell ilyen majdnem kész megoldásnak. Úgyhogy a következő év az nagyon-nagyon izgalmas lesz azok számára, akiket érdekel ez a téma, mert biztos, hogy nagyon sok változás fog ezen a területen történni, és nagyon sok előrelépés. Hát, köszönöm a figyelmet!